Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Fontos a székely nyelvjárás megőrzése. Népdal találkozók Akasdon. Hagyományőrzés, hagyományátadás. Sebestyén István bukovinai székely mesemondó. Nem tűnnek el a hagyományok a színpadokról. A néptánc tanítás jövője. Népdal találkozót tartottak Kakasdon. Az eseményen a környező települések hagyományőrző egyesületei léptek fel. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke elmondta, fontos, hogy a közösségek magát a székely nyelvjárást is aktívan gyakorolják. Több rendezvénnyel is készül az idei esztendőre a Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat. Az egyesület ugyanis idén ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. A programsorozat keretében ezúttal népdal találkozót szerveztek. Volt egy megnyitó, utána volt egy mesemondó verseny, és most a népdal találkozó lesz, utána majd következnek még, tehát egész évben lesz műsorunk. És ma pedig egy nagyon szép napunk lesz, mert nagyon sok népdalkör elfogadta a meghívásunkat, és én ennek nagyon örülök. Kétyről, Tevelről, Kisdorog, Nagymányok, a Német Nemzetiségi Kórus, Cikóról, mesét mond két kisgyerek, énekel majd a Jordáki Lászlóné, remélem nem hagyok ki senkit, a Sebestyén István is énekelni fog. Ez most azért van, hogy egy kicsit jól érezzük magunkat, mert ugye ez a két év, ami volt, olyan nagyon be voltunk zárva, és én szerettem volna, hogyha az egyesített népdalkör is bemutatkozik a Kakasdon, mert az nagyon szép, úgyhogy ezért lett a mai nap. Az idei évben következik a Bada Ferenc néptánc verseny, az pedig egy verseny lesz, mégpedig bukovinai táncok, bukovinai székely táncokkal, az lesz június 12-én. Utána megpróbálunk szervezni egy nyári tábor, szeretnénk augusztusban gyerekeknek, mert ugye néptáncot meg népdalt itt lehet tanulni inkább, de hát ez ilyen játékos szokott inkább lenni. Utána pedig lesznek szüreti mulatságok, és október 22-én lesz egy nagy-nagy néptánc találkozó. Ott is, tehát ott szeretnénk bemutatni inkább a kakasdi néptáncosokat, hogy ez alatt a sok-sok év alatt mennyi mindent tanultak. Tehát mi nem csak bukovinai székely táncolunk, hanem voltunk például tavaly Kalotaszegen is táborba, voltunk Erdélybe táborba, Aldunán voltunk táborba, tehát mindenhonnan összeszedtük a táncokat, és ezeket a Varga János betanította nekik. A céljunk ez, hogy a bukovinai székely hagyományokat azért senki ne felejtse el, mert én azt gondolom, hogy olyan nyelvezete van, és olyan szókincsel rendelkezik, hogy ezt kár lenne elfelejteni. Az eseményen Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is jelen volt. Ő elmondta, hogy fontos, hogy az egyesületek magát a székely nyelvjárást is használják, és továbbadják a fiataloknak. Hála jó Istennek, a kultúránk nagyon sok ágú, és nagyon sok minden ebbe bele tartozik, akár díszítő művészet, akár tánc, vagy itt ugye az éneknek a napja. És sokat gondolkodtam, illetve beszéltük is ezt, hogy vajon mennyire szükséges abban a nyelvezetben, tehát ugye bukovinai székelyesen előadni. Hiszen már azért nem úgy vannak a mai fiatalok, ugye ma annyira nem tudják gyakorolni, de ezt nem lehet másként. Tehát én úgy gondolom, ennek a módja a legjobb az, hogy gyakorolják a nyelvezetet is ezáltal, és természetesen így kerek. Tehát itt akár hazaszeretetről beszélhetünk, hiszen ezek is lelkesítők, benne van az egész érzelmi, szinte az egész életünk. Tehát az régen ugye nem pszichológus volt, hanem kiénekelték magukból, mert ha bánatuk volt, ugye, akkor azért, ha örömük volt, azért.
Tehát mindig megtalálták a módját annak, hogy is hihetetlen nagy dolog, én úgy gondolom, hogy énekelni. És így válik egészé az ember, és ezáltal tud újra töltődni. De akár a zenéről is beszélhetnék hasonlóan. De hát az ének az különösen. De szeretnék csipke rúzsa lenni, babám kevelébe kinyillani, kinyillanik reggel délben este, elvon az én szívem keserébe. Elmondható, mind ahogy látni is, ugye, hogy nagy részt idős emberekről lévén szó, és az idősek inkább ki voltak téve ugye ennek a vírusra, gondolunk, ugye. És hát valóban voltak csoportok, ahol szinte újra kellett indítani, és újraindulni nagyon nehéz. De én úgy gondolom, hogy pontosan talán ez a fajta helyzet, talán minőségbeli változás tudott tenni, hiszen jobban értékeljük azt az együttléteket, jobban megpróbálunk egymáshoz és szebben viszonyulni, és ez remélem, hogy pozitívan fog kihatni, és természetesen hosszú távról beszélve meg erőt ad ahhoz, hogy csináljuk tovább. Sebestyén István bukovinai székelyszülők 10. gyermekeként született. Tudatosan vállalta a hagyományőrzését, népdal, népmese, népi színjáték, viselet megismertetését és továbbadását. Rendszeresen vett részt népdalversenyeken, oktatóként népzenei és mesetáborokban. Nagy tudású népdalokat, népmeséket hitelesen megszólaltató népművész, közösségének kultúráját a maga teljességében képes bemutatni. A népművészet mesteredíjat 2014-ben kapta meg. A hagyományok tisztelete, a zene és az ízes beszéd használata és továbbadása, az öniróniára hajló székelyhumor megismertetése az emberekkel, valamint az élet szeretete az, ami Sebestyén Istvánt leginkább jellemzi. A bukovinai székely mesemondó már az utánpótlást tanítja, neveli. A mesemondás mindig úgy kezdődik, hogy mesét hallgat az ember. Az én édesanyám és édesapám az a vérbeli bukovinai székelyek voltak, mi 10 voltunk gyermekek, 2 már meghalt pici korában, és 8-at növelt föl édesanyám és édesapám. És nálunk, mivel a régi világban nem volt televízió, csak rádió, esténként ugye akkor összejöttek a komák és a kumasszonyok, és akkor egy-két pohár borocska mellett a kumasszonyoknak erős megerett a nyelvik. Édesapám úgy hívta őket, hogy kontyos rádiók. Mert azt mondta, hogy se konnektor, se dugós, még egy szól a rádió. Ugye és akkor, ugye milyen elálló fülekkel hallgattuk, hogy miket beszélnek, hogy ó, Anti, emlékszel, mi volt Bukovinában, mekkora pityókák teremtek, s hogy üttük meg a nyulakot. És édesapám nagyon sokat mesélt, ugye régi történeteket, ami a rokonsággal kapcsolatban megesett, ami a családban, és meséket is mondott. Édesanyám egy gyönyörű hangú asszony volt, úgyhogy még altatókkal aludtunk el. Úgyhogy sokan azért jártak a templomba, hogy hallják édesanyámat énekelni, olyan gyönyörű hangja volt. És ugye mi ezt örököltük, tehát minden másolódik, ami a családban van. Tehát mi, amikor már megtanultunk menni és megtanultunk beszélni, mi már attól a perctől kezdve nem csak beszéltünk, hanem énekeltünk, tehát az anyanyelv és a zenei anyanyelv szervesen összekapcsolódik nálunk. És ugye édesapám nagyon olvasott ember volt, sokat olvasott, szerette a költészetet és Petőfit, és akkor szokott idézni belőle. Úgyhogy egyet ásítottunk, akkor mindig mondta, hogy egy-egy bozontos bústinó elelbődű, jobb szeretne inni kinnató vizébű, stb.
És édesanyám ugye állandóan énekelt, és nálunk olyan összejövetel nem volt, hogy ne énekeltünk volna. Akár névnap, akár születésnap, búcsú, ugye Kakasdon, a kakasdi búcsú az mindig nagy volt ilyenkor. Tele volt az udvar szekerekkel a régi világban, szekerekkel jöttek hozzánk. És ugye, tehát mindig ott voltunk a felnőttek között, én legalábbis így a fiókokba raktam bele ezeket a dolgokat, amiket hallottam, és később, amikor már úgy már jártam először csak versenyekre, akkor csak elő kellett húznom a fiókba, leporoljam, összegyúrjam, megfaragjam egy picit, és a közönségnek előadjam. Először ugye csak versenyekre jártam, ez már 2000-es évek legelején, 98-99, na mindegy, és egy olyan mesebevezetővel kezdtem ezt a mesemondó versenyt, amit még édesapámtól tanultam, aki még Bukovinában tanult, Zsájc János bától, és képzelje el. Tehát ez egy ilyen tréfás mesebevezető volt, és kérték is, hogy jaj István, nem kellene ezt elmondani, nem fognak megorrolni magára, meg mondom, nem, hagyományos hozzátartozik. Tehát én így indultam el, és akkor mi így adtak kézről kézre is, akkor jött egy felhívás, Érden, Kóka Rozália, biztos ismerik, egy olyan felhívást tett közzé, hogy Érden lesz mesemondó és népdalénekes verseny, országos verseny. És akkor az akkori könyvtárosunk, úgy hívják, hogy Krász Ernőni, aki kezdetben mentorom volt, nagyon sokat segített engem, ő igazított, ajánlott nekem különböző irodalmakat, stb. És azt mondta, hogy Istvánkám, el kellene ide menni. Mondom, hogy rendben van Ági, de én nem csak mesélni szeretnék, én énekelni is. Hát hogy lett mind a két? Hát jó, elmentünk. És mit ad Isten, mind a két kategóriában kiváló aranyat kaptam. Na, és akkor küldtek engem mindjárt a Budai Fonóba. Ott is volt egy verseny. És ott annyira megtetszett, mert egy bőti időszak volt, és én nem ilyen csiricsári ilyen éneket vittem, hanem olyat, ami ilyenkor odaillő. Tehát mondtam egy olyan arhaikus imát, amit még az én nagymamámtól, nagynyókámtól tanultam, és erre fölépítettem egy leulotta Jézus vérét, arra egy feltámadás éneket és egy Mária éneket. És az annyira megtetszett nekik, hogy megkértek, hogy augusztus 20-án énekeljek a Budai Várba a Szent István szobor alatt, és akkor ott énekeltem egy gyönyörű háromárva balladát, és ez így ment, ez olyan gyorsan pörgött az egész, hogy visszagondolva csak akkor abban az időben csak kapkodtam, hogy milyen kapos lettem, mert az emberek ki voltak éhezve az autentikus székely nyelvre, az autentikus székely humorra, az autentikus székely énekekre, és nekem ezt nem kellett tanulni, hiszen én anyateljes szívtam magamba. Tehát nem kellett, mint egyesek elmentek megtanulni a székely dialektust Erdélybe, vagy Gyimesbe, vagy Moldvába. Én voltam Moldvába is, mert érdekes módon ott a magyar faluba ugyanolyan arhaikus imát hallottam, amit én még hallottam nagymamámtól, nagynyókámtól. Hiszen ez azért van, mert a bukovinai székek, amikor Mádé falváról elmenekültek, ott voltak Moldvában több mint 10 esztendeig. És onnan már ugye a kultúra, az ottani hatás hatott az énekükre, az imádságukra, minden. És ezt vitték magukkal a bukovinai székelyekbe, és a székelyek Bukovinában, amikor oda települtek. És akkor, tehát így jöttek a versenyek, és akkor Vas Lajos verseny, ugye kétszeres Kárpát-medencei nagydíj, országos nagydíj, kiemelt nívódíj, és akkor már megkeresett engem a Részban kiadó, és mondta, hogy dolgozunk együtt. Mondom, hagyjatok békén, mondom nekem, olyan macerás, mondom, hogy mese amúgy is élő, és nem hangról kell. Tehát addig mondtak, és igazuk lett, így megszületett a Tréfás székelyfonó, a bukovinai székely mesék és énekek. Majd ugyanabban az évben kijött a második, a Serkeny lelkem, ami a téli ünnepkör dolgozza föl a bukovinai székelyeknél, énekek, mondák és mesék formájába, és utána pedig azt mondta, hogy csináljunk egy nagy durranást, csináljunk egy élő
lemezt közönséggel, hogy adjuk vissza a régi hangulatot, úgy a fonó hangulatot. Ott sem a falnak mondták a bolondságokat, hanem ott voltak emberek, és ott kacagtak, s ugyes van, s beleszólt, stb. És ezt vissza kellene adni, ezt a hangulatot. Na így aztán Pesten a dokuárt, kocsiszint, azt bemikrofonoztuk, jött a technikus, hangrögzítő, ugye, kagylót föl, közönséget hívtunk, mézes pálinkával kínáltuk őket székelyesen, ugye, meg egy kis pogácsával, jó volt a hangulat, beültek, és egy az egybe az egész lemez anyagot egyszerre le kellett, tehát nem lehetett olyan, hogy álljunk meg, most kezdjük előről. Egy az egybe az egészet fölvettük, és ez volt a szegény ember bőrpuskája, amit Fábri mutatott be az Alexandra könyvesboltba, hatalmas siker volt. És utána gondolkoztunk, hogy a Csillagösvény népdal körben, mert ott is énekelek, hogy csináljunk egy nagyon szép művészi könyvet és CD-t. És akkor így született meg a Serkeny lelkem könyves CD. Majd aztán én gondoltam egyet, hogy kellene most már én külön is kiadjak egyet, és nemrég megjelent a Hálaadás című könyves CD-m, ami a bukovinai székelyeknek a hazatelepítéséről szól. Tehát harangszóval kezdődik, és harangszóval végződik az egész. Ez nagyon érdekes, ez az internet. Ugyanis én ezt használom jó dolgokra. Sokan átkozzák, hogy jaj, ez a rohadt internet, és azt mondom, hogy egy kés sem lehet okolni azért, mert valakit megölnek vele, hanem a használóját. Azzal lehet szelni egy szelet kenyeret is egy éhezőnek. Tehát mindent jó célra kell használni. Én a Skype-on nagyon sok gyereket fölkészítettem mesemondó versenyekre. Van olyan gyerek, akinek annyira jól sikerült, ugye arany minősítést kapott, hogy elhatározta, hogy ő színészi pályára fog menni. De viszont volt olyan gyerek is, hogy odajött hozzám, és azt mondta, István bácsi, mit tudnék én csinálni, hogy én is olyan híres előadó művész legyek, mint maga is. Mondtam neki, hogy édes fiam, olvassál sokat, ne csak szép irodalmat, verseket is, hallgassál zenét, komoly zenét, népzenét, és minden, ami kultúra érdekeljen. És akkor így lógó fejjel ment el szegény gyerek, aztán megtudtam később, testépítő lett a srác, de nem is baj, olyannak is lenni kell. Tehát igen, örülni kell, hogy vannak ezek a mesemondó versenyek, ugye mind itt Kakason is úgy, hogy 50 éves a székelytársulat, hatalmas volt. Nevettünk nagyon sokat a gyerekeken, ahogy mondták székelyesen ezeket a meséket, meg lehetett zabálni őket, olyan aranyosak voltak. És voltak igazi gyöngyszemek is, igen, és azt mondom, hogy szerintem nincs. Sokan temetni próbálják ezt a népi kultúrát, de nem. Az emberekben megvan a vágy, az igazságkeresés, ugye is a mesékben is ez megvan, és azért is nyúlnak vissza mindig a mesékhez, és mennek el ilyen alkalmakra. A célom az, hogy a vágyat felkeltsem az emberekbe. Egy pedagógus sem az a jó pedagógus, aki az anyagot beleveri a gyerekek fejében, hanem a vágyat felkelti az emberekbe. És sokan panaszkodnak pedagógusok, jaj, de tudod, milyen nehéz, és akkor hogyan is mondom, megmondom, hogy hogyan. Édesapám, a szelítség szigorával, szeretettel, odafigyeléssel, és mindig felkészülten. Én soha nem szerettem a középszerűséget ott a színpadon. Ha már eljönnek az emberek, akkor minimum 200%-os felkészültség kell legyen. És mint mondtam, a motiváció és a vágy felkeltés az, hogy érdemes jónak lenni, mint a mesében is, hogy minden jó elnyeri méltó jutalmát. Nem tűnnek el a hagyományos elemek a néptánc színpadokról, mondja Herceg Gábor, a Hőgyészi Székely Néptánc csoport vezetője, a Muharai Elemér Népművészeti Szövetség alelnöke. Véleménye szerint a mai középgeneráció felelőssége, hogy a gyerekek megtanulják és értelmezni tudják azokat a motívumokat, amelyek a székelység táncait jellemzik. A Hőgyészi Székelykör Bokréta Néptánc Együttesének produkciójából láthattak egy rövid részletet az imént.
A csoport klasszikus hagyományőrző produkciót állított színpadra. Az együttes vezetője Herceg Gábor, aki kalocsai illetőségű és minden héten átjárt táncosaihoz próbált tartani. Mellesleg a Moharai Népművészeti Egyesület alelnöke is, akinek pontos képe van arról, hogy a hölgyésziekhez hasonló hagyományőrző egyesületek milyen változáson mentek keresztül. Ja, addig, amíg a régi időszakban, mondjuk az 1950-es éveket követően ugye kezdett már ez a tánc átöröklődés kikopni, és az 1970-es években tudatosan megalakult a táncház, mint egy mozgalom. Onnantól kezdve már tudatosabban kezdték a néptánc kultúrát is az ahhoz hozzáértők, vagy elhivatott személyek formázni, inkább ezt mondhatom. Tehát addig, amíg voltak olyan tánc alkalmak, ahol a gyermekek egy bálban önfeledt szórakozás közepette elleshették és megtanulhatták azokat a motivumokat az idősebb emberektől, amiket utána használtak, és jelenleg is még ezek az idős emberek, ugye 1970-ről beszélünk, az idős emberek ott vannak a színpadon, ők még ezt így tanulhatták meg, addig a mai világban ezek a táncalkalmak kikoptak. Tehát táncalkalomról most már akkor beszélünk, amikor van egy esküvő, van esetleg egy bál, illetve a táncpróba az, ami egy célirányzott táncalkalom ebben a néptánc mozgalomban. Ezeken a tánc alkalmakon a gyerekeknek már tanítani kell azokat a táncokat, hiszen máshol nem tudják ezeket ellesni, nem tudják megtanulni. A laikus ember koreográfiákba gondolkodik, mert ő azt látja csak. Azt nem látja, hogy mi áll mögötte. Tehát mögötte egy sokkal jobb tudatos elképzelés van, és én személy szerint arra törekszem, és a Székely Szövetség is egyébként arra törekszik, hogy ezeknél a táncsoportoknál, hogyha gyerekek tanításáról van szó, akkor ne koreográfiákat készítsünk. Tehát az a legrosszabb szerintem, hanem a gyerekeknek adjunk egy közösségi élményt, adjunk nekik egy szórakozási lehetőséget, eközben tanítsuk meg őket táncolni, tanítsuk meg nekik motivumokat, és hogyha ezeket már magukénak érzik, és ebből ők magabiztosak, csak akkor készüljön el egy koreográfia, amit már önfeledten táncol. Tehát ő ne azt mondja magáról, majd egy közösségben, hogy ő koreográfiát táncol, hanem ő tud néptáncolni, tud egy bukovinai székely motivum sort eltáncolni gyűjtésekből, majd abból nyilván azért, hogy fellépési lehetőségét is biztosítsunk számára, ezért ő majd akkor meg fog tanulni egy műsor összeállítást, és azzal utána bemutathatja a tudását. A bukovinai székelység tánckultúráját erősen felgyűjtötték. Számos film ad támpontot az csoportvezetőknek arra, hogy autentikus forrásból ismertessék meg a gyerekeikkel a lépéseket. És akkor a gyerekeknek a lábára is rákerül, tovább adjuk. Már nem úgy öröklődik, nem átültetjük, tovább adjuk. Én úgy próbálok a gyerekekkel foglalkozni, hogy nem csak megtanítok nekik egy táncot, hanem néprajzzal körbeülelem ezt az egész történetet, és elmondom neki, hogy ez a motívum, ez miért így lehetett. Ez a figurasor, ez milyen szokáshoz kapcsolódhatott? Hogy az a bácsi miért úgy tartotta a kezét, az a néni miért úgy lépett? Tehát nyilván mindennek oka van, hiszen annak idején a paraszt emberek ezeket nem tanulták, hanem természetesen a testalkatukból adódóan jött ez magától. És ezt azért egy kicsit el kell mondani a mai gyerekeknek, azoknak a gyerekeknek, akiknek most már nem a nyitott színpadon állás az elsődleges, hanem ők inkább így a mobiltelefonba bezárkózva élik a kis világukat, tehát meg kell mutatni azt, hogy neki ki kell tárulkozni, mert ő egy előadó művész, hogy a színpadon van, meg egyébként is ez a normális viselkedés, amikor nyíltan szembeállunk valakivel. Miközben Hajdan a gyereksereg ellesett egy-két mozdulatával gyakorlatilag egész életében megélt a különböző bálokon, ma már az igény egészen más a csoportokban. A fiatal táncosok nem csak saját falujuk vagy népcsoportjuk táncait szeretnék megtanulni, hanem szívesen ismerkednének más tájegységek táncaival is. A tapasztalat az, mondja Herceg Gábor, hogy a székely közösségekben létezik egyfajta elvárás arra, hogy a gyerekek megtanulják őseik motivumait, de sokkal inkább a várható siker az, ami behozza a gyerekeket a táncpróbára. Azok a gyerekek, akik a néptáncos közösségekbe járnak, és mondjuk nálunk Hölgyészen az utánpótlás csoportban nevelkednek, azoknak rengeteg élményt ad, emlékeket ad majd későbbiek során, utazásokat biztosít számukra, el tudnak jutni olyan
nagyobb településekre az országba, vagy akár az ország határon túl, ahova egyébként egy átlagos gyermek nem biztos, hogy el tud jutni. Ezen kívül nagyon erőteljes nevelő szerepe van, tehát fegyelmezettségre nevel a néptánc, közösségben elfogadóvá tesz, és egy viselkedési mintát is próbálunk a gyermekek számára megmutatni, és inkább ennek van egy bevonzó ereje. Egy néptáncos közösség az nagyon erős, nagyon összetartó, és ez miatt vannak inkább többen, akik táncolni szeretnek, de nyilván van, visszatérve a kérdésre, a családnak is ebben szerepe, de olyanok is járnak hozzánk táncolni, ahol a családban soha senki nem táncolt. Az egyensúlyt kell megtalálni a csoportokban, mondja Herceg Gábor. Először tanulja meg a gyerek azokat a motivumokat, melyeket a saját népcsoportja táncolt valaha, legyen ebben nagyfokú jártassága, szerezzen vele színpadi rutint, értse a lépések üzenetét, és aztán lehet tanítani olyat, amiben kibontakoztathatja a tudását. Így megmarad a hagyományok továbbéltetése, és kinevelődik egy újabb generáció, aki tudása alapján továbbadhatja a tánckultúra értékeit. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!